Az Egészségpercek mai adásában a daganatokról lesz szó. A daganatokról, melyről az interneten vagy akár szájról szájra is nagyon sok, akár téves információ kering. Most tegyük tisztába ezeket az információkat, gyakorlatiasan fognak erről beszélni házi orvosok. Szeretettel köszöntök akkor mindenkit a Mórahalmi Egészségfejlesztési Iroda és az A-Praxis közösségnek a nevében. Vági doktor úr is meg fog érkezni, és ő képviseli majd a praxis közösségeket. Én magam Pipic Márton vagyok, és a Mórahalmi Egészségfejlesztési Irodának vagyok a vezetője, és olyan programokat próbálunk szervezni itt a járásnak a különböző településein, ahol minél többfajta hiteles tudást, valamint készségeket próbálunk átadni az itt élőknek, hogy ő maguk tudjanak jó döntéseket hozni az életükben bizonyos témakörök kapcsán. És a mostani előadás, amit megszerveztünk, ott a fókuszba a daganatok kerültek, és ezekről szeretnék néhány olyan fontos információt elmondani, ami alapvetően érthető remélhetőleg, és ami alapján könnyebben el lehet majd tájékozódni, vagy könnyebben meg lehet érteni bizonyos összefüggéseket, hogyha véletlenül olyan helyzetbe kerülnek önök, vagy hozzátartozók, amikor a daganatok kapcsán kellene plusz információkat gyűjteni. És akkor el is kezdeném ott, hogy nagyon fontos azt, hogy a sejtjeink azok egy parancsot követnek. A szervezetünkben körülbelül 30-40 trilliónyi sejt van. Ennyi sejtből épülünk fel, és mindannyian, mindegyik sejtünk egy bizonyos parancsot követ. Nagyon szabályszerűen megvan az, hogy mikor kell nekik szaporodni, mikor kell nekik meghalni, mi az ő funkciójuk, ők ezt folyamatosan követik, és ez a parancs, ez az ő sejtjeiken belül a DNS-ben van kódolva. Tehát a DNS, a genetikai állomány az, ami létrehozza ezt a parancsot és ezt a parancskövetést. És a sejtjeink azok úgy működnek, ez a 30-40 trilliónyi sejt a mi szervezetünkben, itt például egy bőrnek a részlete látható, hogy ezek a sejtek összhangban vannak. Összhangban vannak a környezetükben lévő sejtekkel, valamint összhangban vannak az egész szervezetünkkel. Egy egyensúlyi állapotban működnek ők, és ezt az egyensúlyi állapotot szeretnék ők fenntartani. És képzeljük el például a bőrünkben is, a sejtjeink nagyon jól tudják azt, hogy mikor kell nekik szaporodni, és mikor kell elhalni. Mert a bőrünkön lévő hám, amit ugye például mi is meg tudunk sérteni, meg folyamatosan cserélődik, az valójában elhalt bőrsejtek. És ezek nagyon jól tudják, hogy szaporodni kell, és utána valamikor nekik meg kell halni. És ez az ő feladatuk, és ezt folyamatosan követik. És ez a parancskövetés, ez megmarad akkor is, hogyha például megsértjük a bőrünket, lehorzsoljuk például, akkor az történik, hogy hirtelen a sejtek elkezdik azt csinálni, hogy elkezdenek szaporodni, és vissza akarják állítani azt az egyensúlyi állapotot, ami volt korábban az épp bőrt. És nem kezdenek el tovább növekedni, nem kezdenek el tovább burjánzani, nagyon jól tudják, hogy amíg a sérülés meg nem oldódik, addig kell nekik dolgozni, de utána megállnak. És bizony ez a parancskövetés az, ami fenntartja a szervezetünkben ezt a 30-40 trilliónyi sejtnek az összehangolását. Azonban előfordulhat az, hogy egyetlen egy ilyen normál sejtünket valamilyen behatás éri. Egy olyan behatás, aminek a következtében a sejt elveszti az ő parancskövetési képességét. Nem kezd el azzal foglalkozni, hogy mi van a környezetében, nem kezd el azzal foglalkozni, hogy bizony mi a szervezetnek a szüksége vagy az igénye, hanem önállóvá válik, és önkényesen kezd el működni és dolgozni. Na, őket nevezzük a tumoros sejteknek. És a tumoros sejtek azok szaporodnak, nem érdekli őket, hogy most kell vagy nem kell, ők önkényesen elkezdenek osztódni és szaporodni. Nem követik azt a parancsot, hogy meg kell halni, tehát halhatatlanként szeretnének élni és működni, de az a legnagyobb bajuk velük továbbá, hogy néha ezek a sejtek, sőt nagyon sokszor nem működőképes sejtek, tehát nem tudják ellátni azt a feladatukat, ami egyébként nekik a feladatuk lenne. Tehát szaporodnak, nem halnak meg, feladatukat nem tudják ellátni és terjeszkednek. És hogyha ezek a sejtek egyre jobban inkább elkezdenek szaporodni és sokszorosodni, akkor alakulnak ki a szövet szaporulatok,
vagy ezek a tumoros sejtszaporulatok, amiket daganatoknak nevezünk. És ezek a daganatok utána tovább is tudnak terjedni. Tehát ha például egy bőrben indult el itt jelen esetben ez a daganat, előfordulhat, hogy ez a daganat el szeretne jutni más helyekre is. És elsősorban a rossz indulatú daganatokra jellemző az, hogy elindulnak más irányokba is. Méghozzá ilyen irány lehet az, hogy a daganatok és egyébként a sejtjeink között létrejön egy szövet közti folyadék. Ez rendszeresen létrejön, és a nyirok erek, valamint a nyirok csomók azok, amelyek elszállítják ezt a szövet közti folyadékot, ami folyamatosan termelődik. A rossz indulatú daganatok, azok kihasználják ezeket a nyirokutakat, és bejutva ezekbe a nyirokutakba, majd a nyirokcsomókba, szaporodni tudnak, és el tudnak jutni más helyekre a testünkön kívül, vagy a testünknek más területére is, a bőrünkön kívül például. Ugyanez lehet, hogy maga a daganatos sejt, az fogja magát, és bele jut az érpályába, és onnantól kezdve, hogy bekerült az érpályába, úszik, és aztán ki tudja, hogy hol áll meg, bárhol megállhat. Ez általában a rossz indulatú daganatokra jellemző, hogy ilyen módon elkezdenek terjedni. És előfordulhat, igen, hogy egy bőr rossz indulatú daganata, amit melanómának nevezünk például, az képes eljutni az agyba, vagy például akár a csontokba is. És akkor itt egy kicsit beszélnék arról, hogy biztos, hogy hallották már azt, hogy vannak jó indulatú daganatok, meg rossz indulatú daganatok. Na most a kettő közötti különbségek azok a következők. A jó indulatú daganatok azok nem jók, csak annyi, hogy ők, itt ahogy látszik, hogy ők a kék színnel jelölt emberke, ő a normális sejtek a szervezetünkben, a sárga pedig egy jó indulatú daganat. A jó indulatú daganatok azok nem pusztítják, és nem kezdik el a környezetüket bántani, hanem mellettük el vannak, és az ő bántásuk nélkül és pusztításuk nélkül működnek és növekednek. Jellemző rájuk az, hogy ők egy adott csomóban kezdenek el növekedni. Viszonylag lassan növekednek, nem olyan gyorsan, mint például a rossz indulatú daganatok. Lassan növekednek, csomóban jönnek létre, nem adnak áttéteket, tehát nem mennek el a nyirokotokba, nem mennek el az érpályába, nem jutnak el a szervezetnek más területeire. Nem senyvesztik le, nem használják fel a szervezetünknek a tápanyag forrásait. Hogyha kimetszük a jó indulatú daganatot, akkor nagy valószínűség az nem is fog például kiújulni. Nagyon gyakori ilyen jó indulatú daganat lehet, amivel már ismerősöknél önök is találkoztak, például a zsír sejtekből kiinduló ugye, lipóma, amit ilyen zsír csomocskának nevezhetünk, az is igazából egy jó indulatú daganatot. Helyben van, pici, növekszik, esztétikailag lehet esetleg zavaró, de nem ad áttétet, nem lesz belőle rossz indulatú daganat. Ezzel ellentétben a rossz indulatú daganatok, ami itt a piros úriemberrel van ábrázolva, ők aztán pusztítják a mellettük lévő normális sejteket. Ők annyira önkényesek, hogy nem foglalkoznak a mellettük lévőkkel, nem csak a mellettük lévők, a szervezettel se foglalkoznak. Pusztítják őket, elkezdenek össze-vissza terjeszkedni. Nyúlványok jönnek létre benne, szétszóródnak, és innen kapták, vagy innen is eredezthető esetleg a nevük, hogy ugye a rossz indulatú daganatokat nevezzük rákoknak. Tehát a rossz indulatú daganatok egyenlők a rákokkal. Tehát amikor ezt a kifejezést használjuk, hogy rák, akkor egy rossz indulatú daganatról beszélünk. És ezért nagyon fontos, amikor mi hétköznap is használjuk azt, hogy daganat, rák, rossz indulatú daganat, hogy ezekkel tisztában legyünk, hogy a daganat az lehet jó és rossz indulatú is, és a rossz indulatú az, amiket mi rákoknak nevezzük. És bizony a rossz indulatú daganatok azok, amelyek például áttéteket tudnak adni. Annyira szaporodnak, hogy szétesnek, szétnyomják a környezetükben lévő dolgokat, vérezni tudnak, hogyha megpróbáljuk kimetszeni ezt a területet, nagy eséllyel újból ki fog újulni. Tehát meg lehet az esélye annak, hogyha ki is metszettük a rossz indulatú daganatot, utána esetleg marad bent egy rossz indulatú sejt, amiből újból ki tud fakadni egy ilyen daganat, megint egy rossz indulatú daganat. Tehát a jó és a rossz indulatú daganatok között ez a nagy különbség. És hogyha létrejön egy ilyen daganat, ami
testünkbe, akkor különböző tüneteket és panaszokat okozhat. Attól függően, hogy hol van ez a daganat, valamint attól függően, hogy az egy jó vagy egy rossz indulatú daganat, különböző dolgokat érezhetünk mi magunkon és vehetünk észre magunkon, amikre kifejezetten érdemes figyelni. Például, hogyha a bőrön egy anyajegy vagy egy szemölcsön, amit látjuk, hogy ott van, és kezd valamiért más lenni. Más lesz az alakja, vérzékenyebb lesz, egyenlőtlenebb lesz mondjuk a színeloszlás benne, hogy lesz sötétebb, világosabb volt benne. Tehát azt látjuk, hogy egy anyajegyünk vagy szemölcsünk elkezd másképpen kinézni, mint ami eddig volt, az jelentheti azt, hogy bizony ott elindult valami rossz indulatú folyamat például. Kettes pont. Az indokolatlan fogyás. Rossz indulatú daganatok, ahogy mondtam, ők nem foglalkoznak velünk az emberi testtel. Minden energiát és tápanyagot magukba akarnak szívni. És ezért van az, hogy egy indokolatlan fogyás, azaz nem egy diéta miatt, nem egy erős életmódváltás miatt, sport miatt kezdünk el fogyni, nem tudjuk megmondani, hogy miért, akkor bizony nekünk gondolkozni kell a háttérben, hogy lehet-e esetleg egy rossz indulatú daganat az indokolatlan fogyás mögött. Utána nyelési nehezítettség például, hogy nem úgy akar lemenni a garatba a táplálék például. Amikor létrejönnek a garatban például különböző tumorok, daganatok, akkor ezek ugye fizikailag okoznak egy gátat magának az ételnél, és ez okozhatnak ilyen jellegű fájdalmakat. Nem múló köhögés, vagy rekedtség például. Ha ez a daganat például magát a gégénél a hangszalagokat érinti, nagyon gyakran rekedtség lehet az első jel. Köhögés, ami nem akar szűnni, vagy nagyon gyakran dohányosoknál van az, hogy nekik alapvetően van egy állandó köhögésük, de az a köhögés elkezd egy kicsit másfajta jellegű lenni. Jobban kínozza őket. Esetleg vér jelenik meg a köpetben, ami feljön, slime például. Ezek már arra utalhatnak, hogy ott rossz indulatú daganat alakult ki például. Aztán hölgyeknél. Hogyha az emlőben érzik azt, hogy ott körülírtan a megszokotthoz képest van valami képlet, ami eddig nem volt ott, vagy nem olyan volt, akár állagában, nagyságában, az utalhat arra, hogy érdemes elmenni orvoshoz, és megvizsgáltatni azt, hogy maga az a csomó, vagy amit érzett mellében, az milyen típusú, vagy milyen jellegű elváltozás. Ugyanúgy a bőrön, hogyha azt látjuk, hogy van egy nem gyógyuló seb, váladékozik az a seb, próbáljuk meggyógyítani, nem akar működni, érdemes azt kizárni, hogy ott nem egy bőr rossz indulatú daganatáról van szó például. Aztán véres széklet például, vagy szokatlan székelés. Most a véres széklet, ez egy nagyon fontos jele lehet a rossz indulatú daganatnak. De nyilván véres székletet tud okozni. Aranyér, vagy úgynevezett ilyen divertikulumok, kis zsákocskák vannak a vastag belünknél, amik begyulladhatnak néha, itt a bal alhasba, és azok is okozhatnak véres székletet, tehát leggyakrabban ezek okozzák. De ha ilyen nincs, és vért látunk a székletünkben, az utalhat arra, hogy valahol a tápcsatornákon és bélrendszerünkön belül daganat van. Mert a daganatok, és kifejezetten a rossz indulatú daganatok, ahogy mondtam, szétesnek, bomlanak, mert egyszerűen nem tudnak annyi tápanyagot mondjuk magukba szívni, és ahogy ők úgy pusztulnak, ennek következtében a környezetükből is kis vérzések, szemmel nem látható vérzések is akár ki tudnak alakulni. Tehát ha vért látunk a székletünkben, és nincs egyértelmű aranyér vagy mások a háttérben, akkor bizony azt vizsgáltassuk ki, hogy mi lehet a háttérben. Daganat, más gyulladásos bélbetegség, stb. Ugyanaz, hogy vastagbél daganatokra jellemző az, hogy ha a székelési inger úgy megváltozik. Tehát az alatt azt értem, hogy lehet, hogy eddig én székrekedős voltam, de utána székrekedés, aztán valamikor egy hasmenéses időszak jön, tehát vagy egy lazább széklet jön, aki pedig normális széklete volt, annál mondjuk kezd elakadni, vagy úgy székrekedőssé válik. Tehát ha megváltozik a megszokott székelési habitus, az szintén utalhat arra, hogy valami a bélrendszeren belül van, amit érdemes utána kivizsgálni.
tovább menjünk, ugyanúgy, ha szokatlan vérzés vagy váladékfolyás van, akár orrból, akár emlőből, akár a végbélnyílásból, tehát valamilyen területből egy szokatlan váladékozás van, annak is kell keresni a hátterében, hogy van-e rossz indulatú daganat, vagy sincs. Tehát ezek általános tünetek vagy panaszok, amiket mi magunk érezhetünk, vagy mi magunkon észrevehetünk, és ezekre érdemes figyelni a következő időszakban is. És nagyon gyakran egyébként a daganatokra nem ezek a tünetek és a panaszok vetik fel a fényt, ezek is felvethetik, hanem mondjuk egy képalkotó vizsgálat során, amikor egy fénykép készül valamelyik testrészünkről, ott látnak mellékleletként valami elváltozást például. Itt a tüdőben van valami, ami ott szokatlanul elhelyezkedik. Az, hogy most ez mi miatt van, hogy ez egy daganat, vagy esetleg egy másfajta elváltozás, ugye ezt itt nem tudjuk megmondani. Ugyanúgy ez egy ultrahang kép, egy ultrahang lelet, méghozzá a méh test látható itt, és a méh testen belül látszik, hogy van valami körülírt elváltozás. Nagyon gyakran az van, hogy tényleg elmegyünk egy hasi ultrahangra, vagy egy mellkasröntgenre, és akkor derülhet fény, hogy ott van valami. De ugye ezekből nem tudjuk megmondani, hogy az daganat, vagy nem daganat. És ez nagyon fontos, hogy képalkotó vizsgálattal nem lehet azt mondani, hogy ez daganat. Tehát diagnózist nem állítunk fel alapvetően képalkotó vizsgálat eredmény alapján. Csak úgy állíthatjuk fel, hogyha bizony megnézzük azt, hogy akár ennél a tüdőnél is, az konkrétan milyen szövet, és itt is ezt megnézzük, hogy milyen szövet. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, az azt kell, hogy mintát veszünk ebből a körülírt képletből. Itt például egy emlőben lévő csomót tapintott valaki, és egy vékony tűvel, ultrahang segítségével meg lehet szúrni pontosan azt az elváltozást, amit éreztek, vagy amit észrevettek például a mammográfiával, és onnan mintát tudnak venni ennek a tűnek a segítségével. Tehát konkrétan aztán meg tudják nézni, hogy az a sejt, ami onnan származik, az most egy daganatos sejt, vagy éppen egy normális sejt. Ugyanúgy előfordulhat, hogy például a tüdőben találtak ugyanúgy valami csomócskát, és van úgynevezett CT vezérelve történik, ugyanúgy, hogy egy tűvel vesznek ki mintát ebből a csomóból. Ha nem férnek hozzá tűvel, akkor jön az, hogy a sebész fogja, és szikével kimetszi azt a területet, vagy hogyha olyan, akár mondjuk az egész szervet, vagy annak a részét, azt onnan kimetszve tud szövet mintát nyerni, és meghatározzák utána később szövettanászok, a patológusok, hogy hogy is néz ki, és mi van ott konkrétan. Hogy az egy daganat, vagy nem daganat. Ha daganat, akkor az egy jó indulatú, vagy rossz indulatú. Ha rossz indulatú, vagy jó indulatú, milyen típusú? Mert tüdődaganatokból is van rengeteg fajta, bőrdaganatokból is van több fajta. És ez ad nekünk biztos diagnózist, a szövettan. És ha megvan a diagnózisunk, utána általában jön egy következő lépés, mégpedig az, és annak a megítélése, hogy milyen stádiumú a mi daganatos betegségünk. Hogy mennyire haladt már előre, mennyire terjeszkedett esetleg ez a daganat. Főleg, hogyha rossz indulatú daganatról van szó. És a következő lépés, ami ilyenkor történik, azt úgy nevezik, hogy staging, vagy stádiumbesorolás, és megállapítják azt, hogy mennyire előre haladott a daganatos megbetegedés. Itt a felső képen ez maga a hasnyálmirigy, itt van a patkóbél, itt az epehólyag, epevezeték. Pirossal vannak feltüntetve azt, hogy ebben a hasnyálmirigyben bizony vannak daganatos sejtek, szövetszaporulatok. Ez egy kezdetleges stádium. De utána ez a daganat, hogyha terjeszkedik, halad előre, akkor bizony be tud törni például a patkóbélbe, el tudja az epeutakat is mondjuk zárni, vagy azokat pusztítani, sőt a nyirokcsomókba is áttétet tud adni. Ha ez még tovább halad, még tovább terjeszkedik, akkor távolabbi helyekre is el akar jutni, mint például itt jelen esetben már a májban is vannak áttétek. És ez a stádium besorolás azért nagyon fontos,
Mert itt lehet megállapítani azt, hogy milyen esélyünk van a gyógyításra, és milyen esélye van a betegnek a gyógyulásra. Érthető nyilván az, hogyha minél kezdetlegesebb állapotban veszünk észre egy daganatot, annál nagyobb eséllyel tudjuk azt kezelni. És minél előre haladottabb az állapot, már áttétek vannak, annál nehezebb gyógyulást elérni, annál nehezebb magának a rossz indulatú daganatnak a kezelése. Tehát megvoltak a tünetek, panaszok, képalkotó vizsgálat felvetette a gyanúját egy daganatnak, szövettannal megtörtént a diagnózis, megtörtént a stádium besorolás, és utána jön az a kérdés, hogy gyógyítható-e maga a daganat, vagy nem gyógyítható a daganat. És az a daganat, amit meggyógyítunk, ez alatt azt értjük, hogy teljes mértékben eltávolítjuk a daganatos sejtet a szervezetből, ilyenkor azt nevezzük kuratív, azaz gyógyító beavatkozásnak. Tehát amikor megvolt a kiindulási baj, teljes mértékben meg tudtuk szüntetni. Ez lenne a cél, hogy a daganatokat olyan stádiumba ismerjük fel, hogy a teljes gyógyulást el tudjuk érni. És a daganatoknál a legtöbb esetben az elsődleges beavatkozás, amit elvégzünk, az, hogy a sebész kimetszi azt a daganatot. Akár jó, akár rossz indulatú. És ez az elsődleges úgynevezett kuratív gyógymódja a daganatoknak a kezelésének. Vannak nyilván olyan daganatok, amit nem lehet csak úgy egyszerűen kimetszeni, például hogy a vérképző rendszerünknek a daganatai. Ott ugye a vérsejtek mindenhol ott vannak, jönnek ki a csontvelőből, ott nem lehet azt egyszerűen sebészetileg kimetszeni. Ebben az esetben van az, hogy például ugye kemoterápia, egy olyan szert adunk, amivel próbáljuk gátolni a sejteknek a szaporodását. Ez lenne a cél, hogy ilyen állapotban felismerjük a daganatot, és kezelhető állapotban, gyógyítható állapotban tudjuk meggyógyítani azt az adott embert. Azonban előfordulhat, hogy mondjuk annyira előre haladott egy daganatnak a terjeszkedése, hogy áttét van már egy szerbe, egy májba, egy agyba, egy csontba. Tehát egyszerűen ott nem csinálhatjuk azt, hogy fogjuk és kimetszük a daganatot. Nem vehetjük ki a hasnyálmirigyet, nem vehetjük ki az agynak egy részét, a csontokat, tehát nem tudjuk őket kivágni, mert mindenhol ott van a daganat. Ebben az esetben sajnos azt kell mondjuk, hogy nem tudunk végleges gyógyítást és végleges gyógyulást elérni. Ebben az esetben van az, hogy úgynevezett palliatív ellátás fog történni, ami azt jelenti, hogy megpróbáljuk minimalizálni annak az esélyét, hogy még tovább menjen a daganatnak a terjedése. És próbáljuk a daganat okozta, rossz indulatú daganat okozta tüneteket, panaszokat kezelni, enyhíteni, és a tovább terjedést minél jobban megakadályozni. És ekkor van az, hogy nagyon gyakran kemoterápia vagy sugárterápiával történik ez a típusú daganat tovább terjedésnek a mérséklése vagy akár megállítása. És nagyon gyakori tévhit szokott egyébként az lenni, hogy ha engem rákkal diagnosztizálnak, akkor az biztos, hogy egyenlő egy halálos ítélettel. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy tévhit. Abból a szempontból, hogy nem mindegy, hogy milyen stádiumban találjuk meg azt a rossz indulatú daganatot, azaz a rákot. Ha időben észrevesszük, és időben megtaláljuk, amikor még picike, amikor még ki lehet sebészileg metszeni, akkor teljes gyógyulást lehet elérni. És így van, az idő az egy nagyon fontos tényező a daganatok esetén, a rossz indulatú daganatok esetén. Időben észrevesszük, életet tudunk menteni, mert meg tudjuk gyógyítani. És az, hogy időben észrevegyük ezeket, a rossz indulatú vagy akár jó indulatú daganatokat is, ahhoz kell az, hogy mi magunk ismerjük a szervezetünket, figyeljünk azokra a tünetekre, panaszokra, amiket elmondtam, valamint járjunk el szűrővizsgálatokra. Mert a daganatok, amikor elkezdenek kifejlődni, a rossz indulatú daganatok is, egy ideig nem okoznak semmilyen panaszt, nem okoznak semmilyen tünetet, de már ott van a mi szervezetünkben. És ilyenkor van az, hogy a szűrővizsgálatokkal van lehetőségünk ebben a stádiumban megtalálni
ezeket a daganatokat, amikor még panaszt vagy tünet nem okoznak. És a szűrő vizsgálatokkal, ha időbe észreveszük a daganatot, hamarabb tudunk diagnózist nyerni, és hamarabb, nagyobb eséllyel történhet meg egy teljes gyógyítás. És akkor a szűrővizsgálatokról fogok mindjárt itt beszélni. A szűrővizsgálatokról ugye azt kell tudni, hogy alapvetően panasz és tünetmentes egyéneknél történik egy vizsgálat, és megpróbálják azt megítélni, hogy nagy vagy kis eséllyel, vagy egyáltalán nem, ez is esélyek alapján van daganat, vagy nincs daganat az adott személynél. És a szűrővizsgálatokból vannak azok, amiket országosan szerveznek. És vannak azok, amit maga az egyén próbál meg megszervezni szűrővizsgálat szempontjából. Az országos alatt azt értjük, hogy itt egy központ által történik magának a daganat szűrésnek a szervezése, és például a 45 év fölötti hölgyek, ők kapnak ugye meghívót központ által mammográfiára. Tehát egy országos szűrés itt általában egy megadott célcsoportra, életkor szerinti célcsoportra történik a vizsgálat. De előfordulhat az is, ugye, hogy mi magunk szeretnénk például részt venni valamilyen szűrővizsgálaton életkorunktól függetlenül például. Tehát megvan a lehetőség, hogy egyén szintjén hozzunk létre és csináljunk szűrővizsgálatokat is. Ez nagyon fontos elkülöníteni ezt a kettőt. Jó? És akkor a hölgyekkel kezdjük. Az emlő daganatok kapcsán milyen szűrővizsgálati lehetőségek vannak? Az első és egy nagyon fontos dolog az, hogy már hölgyeknél 20 éves kor fölött az emlőnek az önvizsgálata, rendszeres önvizsgálata az nagyon fontos. Azért nagyon fontos az önvizsgálat, és az alatt azt értjük, hogy minden hónapban rendszeresen, mindig az adott időszakban, a menzeszhez képest egy adott időszakban át kell tapintani, meg kell nézni a melleket bizonyos helyzetekben, és át kell tapintani a melleket. Mert hogyha már ezt 20 éves korunktól kezdve elkezdjük csinálni, és megismerjük a mi saját mellünket, akkor utána, ha ezt vizsgáljuk, sokkal nagyobb eséllyel észre tudunk venni benne bármilyen fajta változást. És ezért az önvizsgálat 20 éves kortól abszolút szakmai ajánlás a hölgyek számára. Nyilván, ahogy haladunk előre az életkorban, utána és nőgyógyászhoz többet jár az ember, ott ugye előfordulhat az is, és a nőgyógyászati vizsgálatnak részeleme kellene, hogy legyen, hogy orvos vizsgálja meg az ő két kezével egy adott páciensnek vagy kliensnek a mellét. Mert elvileg ők ugye ugyanúgy többször tapintottak már esetleg normális, vagy éppen daganatot tartalmazó mellett. Tehát egy orvos, egy szakembernek a kéz vizsgálatával növelhetjük annak az esélyét, hogy ő például észrevesz egy csomót például a mellben. És utána, ami szintén szűrő vizsgálatra szakmailag ajánlanak, az a mammográfia. Itt egy pici röntgen dózissal történik magának az emlőnek a feltérképezése. És nagyon fontos, hogy a mammográfiát tekintsük mi is szűrővizsgálati lehetőségnek, és ne az ultrahangot, vagy ne az MR-t például, mert a nőgyógyászat és az emlő daganatoknak egy nagy részénél úgy kezd kialakulni a daganat, hogy kalcium sók kezdenek el lerakódni, amik a röntgen árnyékot, vagyis röntgen árnyékot adnak, mert a röntgent azt elnyelik. És ezért nagyon fontos, hogy hogy mammográfiát válasszunk, és ne egy ultrahangvizsgálattal próbáljunk meg emlő daganatot szűrni. És a mammográfia, az megvan az, hogy országosan szervezve, 45 év fölött megkapják a meghívót, és egy adott életkorban akkor van bizony mammográfiára behívás. De van az, hogy önöknek is megvan a lehetőség, hogy ő 40 évesen szeretne elmenni mammográfiás vizsgálatra, mert szeretne odafigyelni önmagára, és szeretné megnézni azt, hogy van-e például valamilyen elváltozás a mellében. Akkor is megvan a lehetőség, akkor el kell menni a házi orvoshoz,
kérni kell beutalót, és ezzel a beutalóval el fogják végezni a mammográfiás szűrést térítésmentesen. Vannak olyan például szakmai ajánlások, amik azt mondják, hogy mert hivatalosan egy 2 évente kapnak meghívót szűrővizsgálatra emlő kapcsán, de vannak olyan szakmai ajánlások, amik azt mondják, hogy 50 vagy 55 évkor fölött évente történjen mammográfiás vizsgálat, azért, mert ebbe az időszakban, ez az 50-55-es korszakban van a legnagyobb esélye, a legnagyobb gyorsasága annak, hogy ki tud alakulni például egy emlő, rossz indulatú daganata. Tehát nagyon sokfajta szakmai ajánlás van, de nagyon fontos, hogy ezekről tájékozódni házi orvosnál, nőgyógyásznál lehet. És egyénileg mindenkinek megvan a joga, és megvan a lehetősége, hogy ettől az országos szűréstől tekintve ő részt vegyen egyénileg szervezett szűrővizsgálaton. Utána mély nyak szempontjából, a mély nyak rák az is egy nagyon fontos olyan daganat, és rossz indulatú daganat, aminek a szűrése az be van iktatva a magyar rendszerbe. 20 év fölött, vagyis bocsánat, inkább azt mondom, a nemi élet kezdetétől minden évben javasolt a mély nyakból úgynevezett szövet, vagy sejtvizsgálat, citológiai vizsgálat, amit a nőgyógyász végez el. És ez egy nagyon fontos lépés a mély nyakrák szekunder, azaz másodlagos megelőzésében, szűrésében, az, hogy rendszeresen történjen nemi élet megkezdetét követően citológiai mintavétel. Férfiak esetén a prostata rák az, ami ott van, és egy nagyon daganatok szempontjából benne van az első 5 leggyakoribb daganatban a prostata rák, valamint a herének a rossz indulatú daganata is ugyanúgy előfordulhatnak. A heré kapcsán a szakmai ajánlás, hogy ugyanúgy 20 év fölött a fiatalok, férfiak kezdjék el az önvizsgálatot, nézzék, tapintsák át, érezzék, és próbálják észrevenni, hogy van-e valami változás. A prostata kapcsán prostatára kifejezett és egyértelmű, nagyon jó szűrővizsgálat nincsen. Urológus által történve megnézheti a PSA-t, ami a prostatából szabadul fel, de ez önmagában nem alkalmas, csak önmagában ez az érték szűrővizsgálatra. Ehhez kell egy újjal történő vizsgálat is, sőt, hogyha kiegészíthető, akkor egy ultrahang vizsgálat, amivel meg lehet állapítani magának a prostatának az összetételét. Ezzel lehet ezeket például megvizsgálni. Vastagbél daganat, az is szintén a leggyakoribb daganatok között ott van, és a vastagbél daganatokra van úgynevezett országos szervezet szűrés. Vannak háziorvosok, akik részt vesznek ebben a programban, és itt ekkor a háziorvosok küldenek ki meghívót önöknek, lehet, hogy önök is itt kaptak már erre meghívót, méghozzá az 50 és 75 év közötti férfiak is, nők is kapnak egy meghívást erre a szűrővizsgálatra. Ahogy mondtam, a vastagbél daganatoknál előfordulhat az, hogy ugye, ahogy szétesik a daganat, vagy megsérül a nyálkahártya a bélrendszernél, akkor ilyen pici vérzések tudnak kialakulni. Olyan pici vérzések, amit mi szemmel nem biztos, hogy látunk, de benne van a székletbe. És ennek a vizsgálatnak és szűrésnek a lényege az az, hogy ezt a szemmel nem látható vért is ki tudjuk mutatni a székletből. És itt az a feladat, hogy a háziorvoshoz, amikor elmennek, ő átad egy csomagot önöknek, amiben részletes leírás van, és 2 egymást követő alkalommal mintát kell venni magával a székletből, és ezt ingyenesen a postán fel lehet adni, bekerül a laboratóriumba, és pár hét múlva megvan az eredmény, és a háziorvos megkapja az eredményt, és nála lehet érdeklődni. Ez egy most bevezetett, már tavaly kezdték el, ha jól emlékszem, tehát ez is egy elérhető szűrővizsgálat, ami korhoz van kötve országosan, de ha ettől függetlenül valaki azt mondaná, hogy igen, én szeretnék azt, hogy nézzük meg, hogy a székletemben van-e ilyen
úgynevezett okkult, tehát szemben nem látható vérzés. Ugyanúgy van lehetőség oda menni a házi orvoshoz, elmondani, hogy én szeretném ezt a szűrővizsgálatot megcsinálni, és meg lehet csinálni ezt a szűrővizsgálatot. Jó? Ez egyéni szervezés. A bőr daganatok. Itt élünk szerencsére egy olyan területen, ahol a napos óráknak a száma az viszonylag nagy, és éppen ezért annak a rizikója is nagyobb, és ha nem védekezünk megfelelően a napsugárzás ellen, a bőrünket ért károsító sugárzás, ugye bőr daganatokat tud kialakítani. És éppen ezért nagyon fontos, hogy mi magunk is rendszeresen nézzük az anyajegyeinket, szemölcseinket, hogy változnak, valamint egy évenkénti bőrgyógyászati vizsgálat az anyajegyek áttekintésére nagyon is ajánlott, mert ő ugye a dermatoszkóppal, amivel közelebbről meg tudja nézni, valamint szakmailag hozzáértőbb, ki tudja szűrni azokat az eseteket, amik esetleg további vizsgálatokat kell majd belük megcsinálni. Szájüregi daganatok, alkohol, valamint dohányzás kapcsán, amik létre tud jönni. Az, hogy a házi orvosok, amikor belenéznek a szájukba, nem csak feltétlenül azt nézik, hogy most a torok az be van gyulladva, vagy nem, hanem akkor bizony látják azt, hogy itt az oldalsó nyálkahártyákon, vagy ha a nyelvet felemelik, ott vannak elváltozások a szájüregben. Mert bizony a szájüreg daganatoknak az előfordulása is egyre-egyre magasabb szinteket ér el, és azért, hogy orvos áttekintse a szájüreget, ez lehet egy általános orvos, házi orvos, fogorvos, nagyon fontos szerepet tud játszani a szájüregi daganatoknak a megismerésében és feltérképezésében. És a tüdő daganat kapcsán azért van itt egy kérdőjel, mert a tüdőrák egyébként az egy vezető rák típus. Itt Magyarországon, nyugati társadalomban is egyaránt. És a tüdőrákra vonatkozóan jó szűrési módszerünk még nincsen. Egy olyan lehetőség van, hogy rizikó csoportot emelünk ki. Tehát vannak olyan emberek, akiknél ugye nagyobb valószínűsége alakul ki tüdőrák, ugye ők például a dohányosok. Tehát aki tudjuk, hogy mondjuk 45 év fölötti, már folyamatosan dohányzik legalább mondjuk 5 éve, családban is volt daganatos megbetegedés, nála ugye nagyobb sokkal esélye tud kialakulni egy ilyen rossz indulatú daganat, és náluk lehetne ilyen szűrővizsgálatokat csinálni. És a szűrővizsgálatra, ami képalkotó eljárás lehet, az az úgynevezett alacsony dózisú CT-vizsgálat. A röntgen is, meg a CT is ugyanúgy sugárzás, röntgen sugárzást használ, de egy CT, egy mellkas CT vizsgálat, az körülbelül 300 mellkas röntgennyi vizsgálatnak a sugárzás értékével azt képezi. Ez azt jelenti, hogy egy sokkal részletesebb képet tud adni maga a CT vizsgálat, viszont sokkal nagyobb ugye a sugárterhelés is. És éppen ezért a kettő között elhelyezkedő alacsony sugárzású CT-t tervezik majd bevezetni, és azoknál, akiknél nagy az esély arra, hogy tüdőrák alakuljon ki. Ezek jelenleg ma Magyarországon próbálják szakmailag a megfelelő betegutakat kialakítani erre vonatkozóan. Jó, tehát a szűrések azt a célt szolgálják, hogy minél hamarabb, minél olyan korábbi stádiumban vegyük észre a daganatokat, amikor esélyt adunk a gyógyításra és a gyógyulásra, és ezért van az, hogy így van a szűrő vizsgálatok, azok életet tudnak menteni. És most tovább megyünk, hogy hogyan alakulnak ki maguk a daganatok. Mi az, ami ahhoz vezet, hogy ez a sejt, ami egyébként normális parancskövető sejt volt, elveszti a parancskövetését, átalakul egy tumoros sejttel. Általában több tényező és több ok, ami egyszerre, hogyha jelen van, vezet általában egy daganatos sejtnek a kialakulásához. Az okoknak a legnagyobb része az valamilyen külső környezeti tényező, ami lehet kémiai vagy fizikai, kisebb százalékban, de bizonyos fertőzések tudnak létrehozni egy normális sejtből daganatos sejtet, és vannak bizony olyan daganatok, ahol örökölve
szüleinktől megvan a hajlam például egy daganatos betegségnek a kialakulására. És ugye életkor függő azért, hogy mikor alakulnak ki bizonyos daganatok. Ugye a gyermekeket megnézzük, meg megnézzük a felnőtteket, ugye sokkal több daganatos betegség van felnőtt korban. Ennek részben az egyik oka az az, hogy ugye az idő előre haladtával nem csak a bőrünk öregszik, nem csak az ízületeink használódnak el, hanem bizony a szervezetünknek ez a szabályozó mechanizmusa is egyszerűen elkezd elfáradni. Sokkal nagyobb eséllyel tudnak hibák fellépni a rendszeren belül. Másikok pedig, hogy a idős korban, hogy haladunk előre a korban, egyre nagyobb az esély, hogy mi találkozzunk egy olyan fertőzéssel, egy olyan kémiai vagy fizikai anyaggal, ami tumoros sejtet tud például létrehozni. Na és akkor nézzük azt, hogy mik lehetnek azok a kémiai vagy fizikai behatások, amelyek ilyen tumoros állapotváltozást tudnak létrehozni egy normális sejtből. Az Egészségügyi Világszervezet összeszedett olyan anyagokat, amelyek bizonyítottan rákkeltő, azaz karcinogén anyagok. És ezek közül párat mutatnék be. Ilyen maga például a dohányzás. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy önmagában persze, aki szívja magát a dohánydermeket, ő növeli annak az esélyét, hogy kialakul egy rák a szervezetében. De nagyon fontos az is, hogy az ő általa a környezetre gyakorolt füstterhelés is nagyon fontos. Ha elmennénk egy temetőbe, ahol azok az emberek fekszenek, akik dohányzással összefüggésben haltak meg, az minden negyedik ember az nem azért halt meg, mert ő dohányzott, hanem azért halt meg, mert a környezetében volt dohányos. És ez a passzív dohányzásnak az egyik fajta típusa. Amikor nem az van, hogy így van, azt a füstöt én szívom be, hanem itt közben, amit kifújok, ahogy ég a cigarettám, a környezetemben milyen káros dolgok jönnek létre. És nem csak ez a mellékfüst tud például ilyen problémákat okozni, hanem magán a dohányos embernek a kezén is ott maradnak ezek a káros anyagok. Vagy ha benn dohányzunk, az a füst lecsapódik, megvan a tárgyakon, a kocsin ott marad, és utána egy más valaki beül abba a kocsiba, a gyerekhez, ahhoz hozzáérek azzal a kézzel, hiába kindohányoztam az erkélyen, viszem magammal azokat a káros anyagokat. Tehát a dohányzás az nem csak a dohányosok önmagukban pusztítják magukat, hanem bizony hatással vannak a környezetükre, a családokra, a barátokra is egyaránt. Az alkohol az szintén egy olyan dolog, ami bizonyítottan rákkeltő tud lenni. Itt az aszbesztet szeretném mutatni. A napfénynek bizonyos sugárzásai, az UVB sugárzás, UVA sugárzások, ezek azok, amelyek ugye ugyanúgy sugárzás, energiát közvetítenek, könnyebben ki tud alakulni egy daganatos állapot. Akkor maga a környezet szennyezésnek az a formája, amikor a levegőnek a minősége romlik jelentősen, nem megfelelő égéstermékek, amik a levegőbe kerülnek, azok is rákkeltőek tudnak lenni. Sugárzás, mint például, ahogy mondtam, a röntgen sugárzás is önmagában okozhat daganatos megbetegedéset, és vagy szerepet játszhat annak a kialakulásában. Tehát bizonyos sugárzásformák. Vannak ugye hormontartalmú gyógyszereink. Ilyenek például a fogamzásgátlók, és vannak olyan fogamzásgátlók, amelyek bizonyos nőgyógyászati daganatoknak az előfordulását, vagy azoknak a növekedését nem jó irányba képesek befolyásolni. És ezért van igen, hogy bizony el kell menni évente fogamzásgátló felírása előtt nőgyógyász, hogy ő megnézze azt, hogy ultrahanggal, valamint egy kenetvétellel, hogy rendben van-e minden, biztos, hogy nincs-e daganat, amit én magával ezzel a fogamzásgátlóval csak tovább etetnék, és tovább buzdítanám arra, hogy szaporodjon. És érdekes módon egyébként a feldolgozott hústermékeknek is bizonyos dolgoknak van daganatkeltő hatása. Főleg a füstölt termékeknél,
tehát a gyomorrák kapcsán, vastagbélrák kapcsán, füstölt termékekbe például, vagy a füstölt hústermékek fogyasztása növelheti ezeknek a kialakulási esélyét, vagy bizonyos pácok, amiben nitrit sok tudnak kialakulni, ott ugyanúgy megvan az esélye arra, hogy alakulhat ki daganat. Ezek voltak a pár kiemelt környezeti tényező, és utána itt vannak a fertőzések. És a fertőzések kapcsán itt azt kell tudni, hogy a fertőzések között vannak olyanok, amik egy folyamatos fertőzést, egy folyamatos gyulladást hoznak létre a mi szervezetünkbe. És ha létrejön egy folyamatos gyulladás, akkor a sejtjeink egy ilyen állandó aktív állapotba kerülnek, kibillennek a megszokott helyzetükből, és ilyenkor nagyobb esélye történhet az, hogy ott egy daganatos sejt, egy tumoros sejt jön létre. Például, ha valakinek van egy fertőző májgyulladása, amit mondjuk a hepatitis B vagy a hepatitis C vírus okozott, ott folyamatosan gyulladásban van a májunk, és egy folyamatos gyulladás miatt nagyobb az esély, hogy például a májrák alakuljon ki. Vagy van a gyomorban az úgynevezett Helicobacter pylori nevezetű baktérium, ami, hogyha ott elszaporodik a gyomorba, az fokozza a gyomorsavnak a termelődését. Ha sok gyomorsav van, az kimarja a gyomornak a nyálkahártyáját, egy fekély jön létre, egy hámhiány, és ott az történik, hogy akkor próbálnak a sejtek szaporodni és visszahelyezni, visszaállítani ezt a hámhiányt. És hogyha ez megtörténik, na akkor ugyanúgy megvan az esély arra, hogy a folyamatos gyulladás, folyamatos szaporodás miatt mondjuk egy gyomordaganat alakuljon ki. És vannak olyan fertőzések, amelyek növelik magának a daganatnak a kialakulási esélyét, és ilyen lehet például a mély nyakrák esetén a humán papilloma nevezetű vírus, amit HPV-ként rövidítünk. Ez egy vírus, és ez is, hogyha ott jelen van, ott van a sejteknél, megnöveli az esélyt, hogy mély nyakrák alakuljon ki. És utána vannak azok az örökletes daganatok, vagy legalábbis, amik ugye hajlamot örökítenek át szülőkről gyermekre, és itt egy példát említenék, hogy az emlőt daganatok esetén van olyan, ami kifejezetten egy gén módosuláshoz kapcsolható, az a BRCA nevet viseli, ez a gén rész ebben a szabályozó rendszerünkben, ami hogyha sérül vagy nem úgy működik, akkor nagyobb az esélye, hogy például egy emlő rosszindulatú daganata kialakuljon. És van olyan, hogyha valakinél például fiatalkorban vagy később is kialakul egy emlő daganat, akkor általában a szövettani mintavételnél megállapítják azt is, hogy van-e benne ez a BRCA változás, mutáció vagy nincs. És hogyha van, akkor például felajánlják azt, hogy akkor az egyenes ági rokonokat lentebb ugyanúgy megvizsgálják, hogy van-e bennük ez a mutáció, vagy nincs bennük például ez a mutáció. Szóval ezek azok, amik összességében mindahhoz vezethetnek, hogy egy normális sejtből, ami parancsot követ, egy parancsot nem követő önkényes sejt jön létre. És hogy nyilván ismerjük ezeket, akkor megvan arra a lehetőség, hogyha ezeket a behatásokat megpróbáljuk kivédeni, akkor növeljük annak az esélyét, vagy bocsánat, csökkentjük annak az esélyét, hogy egy daganatos sejt alakuljon ki. És mi az, amit tehetünk megelőzés szempontjából? Ahogy mondtam, a dohányzás. Mi se dohányozzunk, sőt, ha tehetjük, próbáljuk meg elkerülni azokat a dohányos területeket, ahol többen dohányoznak. Alkoholfogyasztásnak a minimalizálása. Itt is nem tud, tehát nincs bebizonyítva az, hogy mi az a mérték, ami biztos, hogy daganatot fog okozni. Mondják azt, hogy bizonyos mennyiségű alkohol az még jót is tesz az emberi egészségnek, de az egy biztos, a napi szintű, nagyobb mennyiségű alkohol fogyasztása van valakinél, azt ő próbálja minimalizálni. A gyakoriságot is, valamint a mennyiséget is. Figyeljünk arra, hogy nyáron ne égessük le magunkat. Figyeljünk arra, hogy használjunk megfelelő kémiai vagy fizikai védőket arra, hogy a napégést megelőzzük. Akkor ugye, ahogy mondtam, vannak bizonyos fertőző betegségek, amelyek daganatos betegséget tudnak okozni, vagy okozhatnak.
Ebben az esetben, hogyha mi használunk, és ezt a fertőzést megakadályozzuk, például egy védőoltással, akkor esélyt adunk magunknak. Például ugye a hepatitis B vírus ellen már most életkorhoz kötötten megkapják a 7. osztályba, a 7.-8. korosztály megkapja ezt a védőoltást. Ugyanúgy a HPV, ami a méhnyakrákot tudja okozni, ott is most már választhatóan állam által támogatottan a lányok megkaphatják a HPV védőoltást. És így van, ha ők ezt megkapják, azzal jelentősen csökkentik annak az esélyét, hogy kialakuljon náluk méhnyakrák például. Utána, következő, a testtömeg. Ha valaki túlsúlyos, sőt inkább elhízott, ott mindenfajta ráknak, vagy elég sokfajta ráknak, inkább így mondom, elég sokfajta ráknak a gyakorisági esélye az megnő. Például a hölgyeknél az emlő, vagy éppen a méh testnek a rákja, az sokkal nagyobb eséllyel tud kialakulni, hogyha elhízott, vagy éppen túlsúlyos. De ez ugyanígy igaz a férfiakra is. Tehát az elhízás önmagában egy nagyon fontos rizikótényező tud lenni. Tehát éppen ezért a test súly, a testtömeg kontroll egy nagyon jó megelőzési lehetőség lehet. Amit el lehet érni azzal akár, hogy étkezés, mozgás kapcsán figyelünk oda az egyensúlyokra. Étkezés kapcsán például minél több zöldség vagy gyümölcsnek a fogyasztása, azon kívül, hogy igen, segít nekünk például a testsúlykontrollban, önmagában az, hogy ez a sok rozst bekerül bélcsatornánkban, ott a vastagbél daganatoknak például a kialakulásának az esélyét csökkenti. Mert az a sok rost ott bent, az kedvező a bélrendszerünknek, hogy ott ballasztanyagot képezve végighalad a bélrendszerünkön keresztül. Az állandó jellegű testmozgás. Hogyha naponta, egy héten legalább ötször fél órát mozgok és mozgásra fordítok, akkor egy olyan szintű szervezeti mozgósítást tudok létrehozni a testembe, ami a daganat kialakulásának az esélyét csökkenteni, minimalizálni tudja. És persze nagyon fontos az, hogy a lelkünk az rendben legyen. Tehát megtaláljuk azokat a módszereket, lehetőségeket, amiben ez a mindenkor, mindennapi felfokozott stresszt a lehető legjobban tudjuk kezelni, mert bizony az a stressz az a daganat kialakulásban, folyamatban nagyon fontos tényező tud lenni. És zárszóként akkor én azt szeretném mondani önöknek, hogy járjunk el szűrésekre, tehát ha kapjuk a meghívót, menjünk el, ezzel életet tudunk menteni, és életet, esélyt tudunk adni magunknak. Másrészt pedig próbáljuk ezeket az előbb említett egészséges életmódra utaló magatartásokat minél jobban beiktatni a szervezetünkbe. És nem az van, hogy most ebből mindegyiket csináljuk. De hogyha például nehezen megy az, hogy mondjuk a dohányzásról leszokjak, akkor próbáljak meg akkor legalább odafigyelni a testtömegemre, vagy éppen az étkezési, vagy mozgásszokásomra. Ha nem tudok eljárni minden nap mozogni, akkor figyeljek oda inkább az étkezésemre, meg mondjuk akkor ne dohányozzak. Tehát próbáljam minél jobban ezekből összerakni azt a képet, amit én meg is tudok valósítani, és ezzel megvan a lehetősége annak, hogy magukat a daganatos betegségeknek az esélyét csökkenteni tudjuk. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és akkor átadnám Vági doktor úrnak a szót. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Köszönöm Pipis doktor úrnak a felkérését, hogy itt lehetek, és örülök, hogy ilyen sokan érdeklődnek. Igazából azt kérte tőlem Pipis doktor, hogy a háziorvosi aspektusokat világítsam meg a daganatok kapcsán. Én ilyen szép előadással nem tudtam készülni, kicsit összeszaladtak a dolgaim mostanában, viszont mindenképpen szeretnék hozzátenni sok érdekes információt. Az egyik nagyon fontos dolog ugye, hogy az utóbbi években államunk, kormányunk, és ez most nem politika, de törekszik arra, és a szakmai ágazat is, hogy egyre jobban tudjuk szűrni, és egyre jobban fel tudjuk ismerni ezeket a típusú betegségeket, ami egyébként a második legnagyobb halálozási okokat okozza Magyarországon. Ez ugye a szívérendszeri betegségek lehet, erről volt szó. Ebben az irányban történtek tanulmányok, történtek hatástani vizsgálatok, hogy mi az, ami a legjobban lehetne ezt a szervezettséget fokozni.
Azok az utóbbi intézkedések, melyek között például az egyik ugye a székletvérvizsgálat, azt is eredményezte, hogy a házasi praxisokban is megnőttek az ilyen irányú teendők, és felismerte a kormány azt, hogy a házasi praxisokat meg kell erősíteni. Az alapellátás megerősítésén jelentős hangsúly van. Az egyik olyan utolsó intézkedés előtt hallottak önökről a praxis közösségek és azok létrehozása. Nem tudom, biztos hallottak a praxis közösségekről. Elképzelés az szakma részéről, hogy szerveződjünk praxis közösségekbe, ezáltal hatékonyabban tudjuk irányítani a betegek szűrését, a betegek irányítását. Ezt úgy kell elképzelni, hogy átlagosan az országban 6-8 praxis létrehoz egy szerveződést, egy együttműködést, ezt hívjuk praxis közösségnek. Ennek van egy vezetője, és kidolgozunk szakmai utakat, kidolgozunk szűrési útvonalakat. Ez azért fontos, hogy értsük majd, hogyha lesznek ilyen praxis közösségi programok, akkor miről van szó. Tulajdonképpen ebben együttműködünk az egészségfejlesztési irodával, és ugye itt Mórahalmon is van egy praxis közösség Zákányszék Ruzsa együttműködésével. Tehát így alkotunk egy praxis közösséget. Ebben a házorvosoknak a feladatuk az, hogy a praxis közösség által megalkodott módszertant, iránymutatásokat betartsák. És itt kanyarodok vissza a daganatokra. Az egyik ilyen típusú együttműködés és módszertan kidolgozása daganatok szűrésére irányult. Ugye mi házorvosok igyekszünk egyre nagyobb hangsúlyt fektetni erre, és egyre több daganatot szűrni. És itt mennék egy kicsit vissza az előadásra, hogyha lehet, ugyanis vannak kapcsolódási pontjaim, és nagyon köszönöm, nagyon jó lesz ez nekem ilyen szempontból, és használom egy kicsit az előadásodat, ha megengedett, Pipisz doktor. Itt kezdeném körülbelül, és elsősorban inkább a szűréseknél nagyon jó. Igaz, hogy a női oldal van fölvetítve, de mindenről beszélnék. Ugye nálunk a praxis közösség egyik alap új tevékenysége, az egy alapvető állapot felmérő ív. Nem tudom, biztos, hogy voltak már önök közül ilyenem. Ugye ezt úgy csináljuk, hogy átlagosan, és most már szakmai irányelv, 3 évente mindenkit fel kellene mérnünk. Mi lenne az ideális, hogyha volna rá időnk? Ugye mindenkire kellene egy fél órát szabni, hát ma 73-an voltak, nálam tegnap 80 valahányan. Az a baj, hogy nagyon nagy fokú a létszám, és nem tudunk 20 perc, 25-30 percet egy pácienssel foglalkozni, pedig az lenne az ideális. Tehát ha belegondolunk ahhoz, hogy én valakit végignézzek, megnézzük, hogy kor szerint milyen szűrésre jogosult, milyen problémája van aktuálisan, milyen betegségei vannak, amelyre megvannak a minden időpontban, minden időszak utáni ellenőrzés és gondozás, amihez megint kell idő, hogy átnézzük, milyen gyógyszereket szed, és utána kialakítsunk egy elképzelést a jövőre, hát ez minimálisan fél óra. Ezt ugye rendelési időn kívül tudjuk most megtenni. Ezt hívjuk egyéni egészségfelmérő kérdőívnek. Tehát ezt most elkezdtük, körülbelül 2 éve alakult a praxis közösség itt ebben a térségben, és ezeket a felmérő éveket azóta csináljuk. Mi ez? Tulajdonképpen egyeztetünk egy időpontot a pácienssel, aki erre vagy jelentkezik, vagy a listán kiszűrjük, úgymond, hogy 40 éves kor fölött csináljuk egyébként rendszerint ezeket, és egy külön időpontra behívjuk, egyeztetjük el az alapadatait, egyeztetjük a kor szerint esedékes, szükséges szűrővizsgálatokat, így a daganatokat is, és lehetőség szerint minden egyes alapadatot fölveszünk. Ebből nagyon fontos, ugye, amit Pipisz doktor is említett, a familiális anamnézis. Hát az, hogy milyen szűrések vannak, azt hallották, mind nőre, mind férfira. Az viszont, hogy mikor, azt nagyban befolyásolja az, hogy nekem a családfámon fölfelé volt-e valahol valamilyen daganatos betegség. Erre is megvannak konkrétan az orvosi szakmai útmutatások, hogy ha van a családfában egy daganatos betegség, mennyivel hamarabb kell szűrni. Példaképp, hogyha férfiak esetében prostata daganat van fölmenőben, akkor kapásból 5 évvel hamarabb indítjuk a szűrővizsgálatokat. Jó, tehát ezért is fontos ez a felmérő ív. Ezt mindenkinek lehetőség szerint biztosítani fogjuk. 3 évente mindenkivel egy ilyet meg kellene csinálnunk. Ezen vagyunk egyébként, erre kaptunk közösségi projektre keretet, és próbáljuk ezzel a lakosságot leszűrni. 2 év alatt, ami alatt például az én körzetemben ez történik, 4 daganatos beteget tudtunk kiszűrni, 4 vastagbél daganatos beteget, akinek az említett szűrővizsgálat, ami a székletvérvizsgálat pozitív volt, ebből 2-nél jó indulatú lett végül is az elváltozás, polipokról, ugye egy ilyen jó indulatú daganat típusról van szó,
másik két esetben rossz indulatú daganatot diagnosztizáltunk úgy, hogy semmilyen tünete nem volt. És ez nagyon fontos, hogy a daganatok átlagban 6-8 évig összdaganatról beszélünk, tünetmentesek, semmit nem érzünk. Nincs semmilyen szubjektív esélyérzésünk. Utána elkezdődhetnek ugye az alarmírozó tünetek, ezeket úgy hívjuk, amit mondott Pitz doktor, fogyás, étkezési zavarok, véres dolgok, rendellenes működések és rendellenes dolgok megjelenése a testen, de gyakorlatilag 6-8 évig könnyen lehet, hogy semmit, de már akkor kimutatható a daganat. Jó, ez nagyon fontos, ezt jegyezzük meg. Megtörténik ugye ez a felmérés, és ott ugye mi irányítjuk is a pácienseket, vagy kliens, meg nem szeretem azt a páciens szót, mert nem betegekről beszélünk, hanem inkább ugye lakosokról, vagy kliensekről úgy neveztük el, és irányítjuk őket a megfelelő irányba. Tehát ezt viszont, ezt a részét már egyéni egészségtervnek hívjuk, eketnek. Létezik egy ilyen nyomtatványunk, 6-8 oldalból áll, ahol mindenkinek elmondjuk, hogy kor szerint, nem szerint, hova javasolt menni a szűrővizsgálatra. Jó, tehát ez nagyon fontos tevékenységünk lesz a jövőben, és ez egy praxis közösségi tevékenység, és azért fontos praxis közösség, mert ezeket a betegutakat ezekre a praxisokra ki is alakítjuk. Tehát szervezzük, hogy hova lehet elmenni. Ugye már egy kicsit nehéz abból a szempontból eligazodni, hogy ugye a járóbeteg ellátó rendszer kapacitásai egyrészt szűkösek, másrészt elég sok a sorban állás, ezt tapasztaljuk. Mégis, hogy hol, ki milyen vizsgálatot tud megkapni az adott problémáért, az adott szűrésre, erre alakítjuk ki ezeket az utakat. Jó? Például megvan a konkrétan, hogyha valakinek a széklet vérvizsgálata pozitív, akár csak egyszer is, akkor megvan az a centrum, ahol őt tükrözésre várják. És nagyon fontos, hogy Pivisz doktor említette a vastagbél daganatokat. Itt az 50-70 év, de ma már ajánlás, hogy 50 év fölött minimum egyszer mindenkinek az életében legyen tükrözés. Hát itt látom, hogy kicsit nem tetszik ez, de sajnos az van, hogy még mindig ez a gold standard kimutatása a daganatoknak, tehát az arany egyértelmű az, hogy ha látom, ha megnézem még ebben a típusú daganatban, sajnos. Ez nem egy kellemes dolog, de 50 év fölött bizony, sajnos meg kell tenni egyszer, javasolt szakmailag. Egyébként maga a székletvérvizsgálat egy elég érzékeny vizsgálat, tehát ki tudja mutatni, ha már van akár egy olyan polip, egy olyan, ami már egy kicsit kezd átalakulni, mert sem a polipok is képesek átalakulni daganattá. Nagyon fontos, azt hozzá szeretném tenni az előadáshoz, hogy legtöbbet egyébként a daganat gyógyászat fejlődött az utóbbi években, évtizedekben. Tehát egyszerűen olyan robbanás fejlődésben van, hogy ma már a kombinált terápiákkal, ami ugye a röntgenterápia és a kémiai terápiák, tehát a kemoterápia, a radioterápia, a gyógyszeres terápia együttesen nagyon jó eséllyel a legtöbb daganattípust el tudja pusztítani. Teljesen daganattípusra tudják szabni ezeket a kezeléseket, tehát ha valakinek mégis van egy daganata, és ezt akár rokonságban, az ma már nem halálos betegség jelentős esetben, nagyon-nagyon nagy részt működik a gyógyítás, és nagyon sokat fejlődött. A házi orvos szerepe az egyes daganattípusoknál. Ugye mi egyrészt ugye szűrünk, de ahogy hallották Önök, mindenki, aki saját kor szerint már úgy, tehát úgy tudja, mert ugye azért az információt próbáljuk átadni, jöjjön el hozzánk, mi irányítjuk a megfelelő helyre. Ez lehet az, hogy adunk egy beutalót, jelentős részben a daganatok szűrése beutalót nem igényel, el lehet menni, időpont természetesen kell, és akkor részt lehet venni ezeken a típusú rákszűréseken. Viszont ugye nekünk a szerepünk az, hogy ha észleljük azt, hogy van egy familiáris, tehát a családba fölmenő ágon egy pozitivitás, akkor irányítsuk, illetve hogyha megfelelő korba valaki már beesik, akkor fölhívjuk a figyelmét ezekre a szűrésekre. Itt természetesen daganaton kívül még rengeteg mást is szűrünk, de ezeket a kor szerint mindig mondjuk. Volt egy olyan dia, ahol a dohányzásról beszélt Pipisz doktor, és én itt egy kicsit inkább ugye a dohányzás, alkohol, kávé, táplálkozás, mozgás szerepéről beszélnék. Nagyon fontos tudni, hogy nagyon sok tanulmány van ugye az alkoholról, a kávéról, hogy jó, nem jó, táplálkozás egyértelmű, és mozgás szerep egyértelmű, de a legegyértelműbb a dohányzás. Tehát ma a világon a legnagyobb daganat oki szerepe a dohányzásnak van, és ezt ugye, hát voltak évek, évtizedek, még nagyon-nagyon régen próbálták bevizsgálni, és ez nem is így van. Én láttam olyan előadásokat, ahol ugye sportolók dohányoztak, ezzel is próbálták a dohánynak az eladását növelni.
aztán kiderült, hogy ők is daganatos betegek lettek, tehát egyértelműen bebizonyosodott az összefüggés a dohányzás, egyértelműen kóroki szerepe a daganatok, a tüdő daganatok kialakulásában. Az alkoholról mindig voltak viták, hogy most az egészséges, nem egészséges kell, nem kell. Jelenleg a tudomány ott tart, és én most voltam egy konferencián a hétvégén, ahol ezt elmondták, egy életmódorvostani konferencián, ahol elmondták, hogy az egyegység alkohol összervezetileg még a, hát nem a nem, egészség, nem az egészségesbe, hanem mindig egy zártalmatlanba tartozik. Az egyegység alatt egy deciter vörös bornak az alkohol tartalmát értjük, ez kb. 20 g alkoholnak felel meg. Itt nem mindegy megint, hogy milyen típusú alkoholról van szó, az is megfelelő, tehát más-más mértékben avatkozik be az egészségbe, tehát a káros, nem káros oldalon, viszont ez így tart jelenleg. Kávénál kimutatták, hogy a napi 2 kávéig inkább egészséges a hatása, de megint egyéntől függ. Tehát akinél a kávé okoz szívritmus problémákat, vagy eleve van szívritmus, vagy szívingerületvezető rendszere jellemző betegsége, annál egyértelműen káros. De egy egészséges embernél a napi 2 kávét még a jó kategóriába sorolták. A táplálkozás szerepe a mediterrán étrend és az egészséges életmód része egyértelműen. Megvannak azok a standardok most már, hogy sóból mennyit kell fogyasztanunk. Biztos ismerik azt már önök, szerintem tudom, hogy az okostányér fogalma mi, meg kell nézni az interneten. Tehát vannak olyan gól standardok most már, amik beépültek a gyógyászatba és az ajánlások közé. Ugyanígy a mozgás és a szerepe is egyértelműen daganat csökkentő, hatásos egészséget növelő tényező. Itt nagyon nem mindegy, és ezen nagyon-nagyon sok tudományos vita folyik, hogy idősebb korban ugye mi az a mozgás, amit lehet nekünk, mekkora mennyiségű az a mozgás, és milyen. És erre vannak nagyon-nagyon jó fölmérő tesztek, fölmérő központok, ahol ezt egyébként meg tudjuk nézetni akarjuk, hogy én az én szervezetemben milyen mennyiség is, milyen típusú mozgást bírok, és az nekem hol okoz egészséget, vagy már hol baj, hogy én azt, tehát nyilvánvalóan mondjuk egy 50 évesen ne akarunk elkezdeni maratont futni 2 nap múlva, mert az biztos nem nagy valószínűség szerint ártalmas lesz, mint hasznos, de egy fölépített mozgásterápiával egy előzetes vizsgálata megállapítható az adott egyénre, hogy neki mi az az elég, és mi az a mértékű mozgás, ami még egészséges és egészséget fog hozni. Jó, ezekről mostanában van szó, és nagyon nagy reflektorfényt kapott ez az oldal. Én igazából azt gondoltam, hogy ez egy kicsit ilyen párbeszéd is lehet akár innentől, tehát szívesen válaszolok kérdésekre, hogyha van. Én ennyit gondoltam így megvilágítani ezt az oldalt, de ha gondolják önök, még nagyon sok mindenről tudok beszélni. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.